Vászonyász tevékenységének fontos kiemelt része kell, hogy legyen a saját bemutatóknak a sora. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója a nyári évad elképzeléseiről beszélve emelte ki a teátrum idei saját produkcióit, ezek száma optimális esetben akár 5 is lehet. Az egyik legfontosabb Székely János drámája, a Caligula helytartója lesz, amivel az évadot indítják Szász János rendezésében. Ezt a darabot éppen 40 éve mutatták be a Gyulai Várban, ez az évforduló adta az egyik apropóját ennek az előadásnak. Újdonság, hogy a bemutatót más programokkal is kiegészítik. Egy kétnapos programsorozatot szervezünk köré, aminek a esti csúcsa lesz a bemutató előadás, de délutántól 2-3 program lesz estig már, ami Székely János egész életművét tárgyalja majd, öleli föl, próbálja felhívni rá a figyelmet, tehát lesz tudományos konferencia, kerekasztal beszélgetés az életműről, előadói este a verseiből, a költészetéből, a Dózsa című monodrámát is bemutatjuk, ez is tulajdonképpen saját bemutató. Lesz hangjáték, lesz a novelláiból, amit a Magyar Katolikus Rádióval csinálunk közösen, sőt lehet, hogy ki is adjuk CD-ben akkorára a hangfelvételét a hangjátéknak. Egy másik saját produkcióban az Öreg halász és a tenger című klasszikusnak egy monodráma változatát mutatják be a Gyulai Kovács Lajos főszereplésével Árkosi Árpád rendezésében. A Shakespeare Fesztivál középpontjában idén a Hamlet lesz számos hazai és külföldi előadással. A nyári évadban a zenés műsorokon belül szerepet kapnak a tánciházi előadások, és a fiatalok különböző korosztályait is szeretnék megszólítani. Elek Tibor bízik benne, hogy a művészi színvonalú produkciók találkoznak majd a közönség igényeivel is.